Tudod, mikor először lát az ember, mindjárt megkíván, mert első látásra benned nincs semmiből hiány. Kijött a harmadik dalunk, a Soha Többet című dal. Ez talán az eddigi legnagyobb vállalásunk, eddigi rövid kis karrierünk óta. Ennek a dalnak a klipjében nincsen vágás, egy snittes az egész, szóval elképesztő meló volt ezt megcsinálni, de hála Istennek nagyon jó lett, és nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk mind a dal, mint a klip felől. Vele terveztem az életemet, az esték miattad lettek igazán érdekesek. Te egy-két dologra még én sem számítottam, amiket pár éve még könnyen elhárítottam. Ennek a dalnak úgy született az ötlete, hogy bár szeretnénk, hogy nem minden dalunknál azt tudjuk elmondani egy buli után, de sajnos ennél is így alakult, hogy ez a Soha Többet nem iszom mondat valószínűleg már többünknek elhagyta a száját, és akkor akartuk ezt a témát megfogni. A mai naptól fogva nekem mindenki csak bólet, kéret, éket. A buli pia nélkül nálam a vodka meg a szúddal nem békül. Ez részünkről is, ha szabad így mondanom, ez egy poén, április elsői poén. Biztos vagyok benne, hogy rengeteg ember fejében megfogalmazódott már az a mondat, hogy egy gyors, jobban sikerült este után, hogy soha többet nem iszom. Na ezt az életérzést szerettük volna közvetíteni egy ilyen humoros formában. Ideli megvetem a bort, a sört, nem kérek még egy kört, meg hogy soha többet nem iszom. A klipünknek az ötlete az úgy született, hogy én mondtam a fiúknak, Gőz Marcival szoktuk az összes klipünket csinálni, hogy nem szeretnék semmilyen bonyolult klipet, mert egyszerűen annyira elfoglaltak voltunk mostanában, hogy így tényleg csak egy ilyen egyszerű klipet szerettünk volna, nem akartunk ezen sokat agyalni, csak folyamatosan jöttek az ötletek. Szóval hogy egyre jobban azt vettük, amikor már napok óta beszéljük ezt a klipet, azt vettük már észre, hogy ez a legparább klip lesz így rendezés szempontjából. Viszont azt mondhatjuk, hogy legizgalmasabb is volt. Nem nézek már az úzóra, mert ki csinál, ha bár, ha áll a bál, a májon fáj, de akkor is az agyam virigál. Előtte egy nappal még nagyon cikibe voltunk, hogy most pontosan hogy fog megvalósulni a forgatókönyv, mert sok statisztát igényel, és hát hála Istennek rengeteg, hát az túlzás, hogy rengeteg, de sok barátunk él itt Budapesten, és az összeset felhívtuk, hogy gáz van, segítsetek, és így is történt, egy csomó jó barátunk és ismerősünk állt rendelkezésünkre. Azokat a jeleneteket akartuk tipikusan bemutatni, ami a dalban el van énekelve. Tehát próbáltuk minél nagyobb túlzással és minél nagyobb humorral bemutatni a szöveg egyes aspektusait. És ezeket hála Istennek úgy gondolom, hogy teljes mértékben meg tudtuk valósítani a sok barátunknak köszönhetően.